Folytassuk egy másik párt, a Jobbik ügyeivel. A Jobbik nagy kérdése, pontosabban a Jobbikra váró nagy kérdése az, hogy megismétli-e a legutóbbi parlamenti választásokon sokokat meglepő eredményét, gyengült vagy erősödött a párt. De mindezen túl ne feledkezünk el arról, hogy a Jobbik természetesen az EP választás is megméreti magát. 2009 után újra Morvai Krisztina vezeti a Jobbik listáját a májusi európai parlamenti választáson, jelentette be keddi budapesti sajtótájékoztatóján Vona Gábor. A Jobbik elnöke ismertette, Morvai Krisztina továbbra is pártfüggetlen jogvédőként vezeti a listát. Hozzátette, az EP lista további szereplőiről egyelőre nincs döntés, a listavezető személyének bejelentésével azokat a híreket akarták cáfolni, hogy bármilyen probléma lenne Morvai Krisztina és a Jobbik között. A pártelnök megerősítette, a Lengyel Nemzeti Mozgalom valóban megkereste a Jobbikot, hogy hangolják össze a két párt EP választási kampányát. Hozzátette, felmerült az is, hogy szimbolikus lépésként kölcsönösen szerepeltessenek egy-egy politikust a másik párt választási listáján nem befutó helyen, de ahogyan a pontos együttműködésről, úgy egyelőre erről sem született döntés. A stúdióban Morvai Krisztina, a Jobbik EP képviselője. Kezdjétsokon, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! No, hát önmagában az, hogy listavezető lett, ez száfolata ennek a feltételezésnek, amiről szó esett a bevezetőben, hogy bármiféle konfliktus lenne, nyilván az ember politikai ellenfelét nem jelöli, vagy jelölteti listavezetőnek, tehát ezt mondjuk le is lehet zárni. Az viszont érdekes kérdés, és gondolom a nézőket is érdekli, hogy ezt a függetlenségét miért őrzi? Tehát az, hogy a Jobbikba ugye nem léphet be, és nem tagja a pártnak, ennek ellenére természetesen a Jobbik érdekeit képviseli Európában. Tehát, hogy ennek azon magyarázat, hogy szakmai vonalat képvisel, és ezért ragaszkodik tulajdonképpen a függetlenségéhez? Én azt remélem, hogy úgy pontosíthatom, hogy a magyar nemzet érdekeit képviselem Európában, főleg a magyar munkavállalók, magyar kisgazdák, magyar kisvállalkozók, családi vállalkozók érdekeit azzal a neoliberális politikával és a bankok és a nagytőke uralmával szemben, ami az Európai Unióban van, és védelme a nemzeti önrendelkezésünket, és próbálom védeni, ha szabad ilyen fenkölten fogalmazni, az emberi személy méltóságát, amiben hiszek, és ami úgy tűnik, hogy nincsen a központ az Európai Uniós gondolkodásnak, hogy finom legyek, és ez párt érdekeken, vagy párt szempontokon, ha szabad mondani, fölülemelkedve teszem, és nem vagyok kitéve semmiféle párt fegyelemnek, vagy párt utasításnak, és én ezt így tudtam vállalni az elmúlt 5 évben is, és így tudom vállalni abban az esetben, hogyha újra választanak, a következő ciklusban is. A szegedi család ügyet mindannyian ismerjük, és azt mondom, hogy ezt a Jobbik le is zárta már ezt a kérdést, mint ahogy jelleg szerint szegedi család is lezárta, de kevesebb szó esik egy szabad így mondani szürke eminenciásról, Kovács Béláról, aki fontos ember a Jobbikban, és elsősorban amennyire tudom a külkapcsolatokért felel, róla kevés hírt hallani, milyen a kapcsolata vele, milyen együtt dolgozik Brüsszelben és Strasbourgon Kovács Bélával. Hát ugye szomszédok vagyunk Bélával, a plenáris üléseken találkozunk. Azt tudom, hogy nagyon-nagyon jó kapcsolatai vannak, nagyon sok nyelvet tud, azt még nem tudtam soha összeadni, hogy hányat. Egy olyan emléket tudok róla például fölidézni, hogy Japánban voltunk meghívva valami konferenciára, és a Béla kiállt, és anyanyelvi szinten japánul elmondott egy előadást, és akkor egy japán úriember így megkérdezte tőlem, hogy és akkor ő magyar? Mondom, igen, magyar, de hát akkor így tud japánul? Ó, mondom, nálunk ez természetes dolog. Mondtam, hát ugye viccelve, de azért büszkén. Tehát olyan nagyon belsőséges kapcsolatunk nincs, nagyon sokat nem tudok az ő munkának a részleteiről. Én csak azért gondolom, hogy ön aktívabb lényegesen, tehát a felszólalásai, a megjelenése, valahogy az emberek fejében azt hiszem, hogy a Jobbik európai képviselete inkább önhöz kötődik, tehát Kovács Bélára kevesebbet hallottunk. Neki például sokkal, tehát hogy ő műszaki területen is mozog, külkapcsolatokban mozog, és ő más munkamódszerrel dolgozik, ő neki komoly jelentései vannak, ő tudomásom szerint az elnöke vagy társelnöke az Európai Unió és Oroszország közötti energiaügyek csoportjának, ami ugye egy nagyon fontos pozíció. Én nekem talán látványosabb a munkám, mert ilyen módszert vagy ilyen megközelítést választottam, de az nem azt jelenti, hogy az övé kevés.
kevésbé értékes. Mindegyen emlékszünk, amikor Orbán Viktor beszélt az Európai Parlamentben, és hát emlékszünk azokra a méltatlan támadásokra, még nem Orbán Viktor személynek, hanem az országnak szóltak, Magyarország ellen egy legrosszabb időket idéző beidegződések alapján egy támadás özön. Ő meglehetősen vehemesen, harciasan védte a magyar érdekeket, és az emberben itt merül fel az a kérdés, hogy amikor van egy ilyen széles front egy ország ellen, legalábbis látszólag a liberálisok, szocialisták, mindenféle gyanús alternatívok összefognak Magyarország ellen, van-e bármiféle közös pont, összehangolható pont a Fidesz és a Jobbik európai politikájában? Hát én ilyen pár szinte nem tudok nyilatkozni az előbb említett okokból. De csak azért kezdem, mert a Jobbik színeiben van jelen. Egész, hát pont ez, hogy nekem akkor nem kellett fölhívnom a Vona Gábort, vagy megkérni, hogy gyerekek, hívjatok már össze valami párt vezetőségi értekezletet, hogy én hogy álljak ehhez az ügyhöz, mert egyfelől ugye a Jobbik ellenzékben van, másfelől viszont mégiscsak egy nemzeti ügyről van szó, hanem megtehetem azt, hogy kizárólag a lelkiismeretemre hallgatok, és a lelkiismeretem teljes természetességgel mondta ki azt, hogy nekem a nemzeti önrendelkezésünket és a nemzeti büszkeségünket és függetlenségünket kell védenem, és a szívemre hallgatva védtem meg a hazánkat a sok gyalázat ellen, amit ott meg kellett tapasztalni, és azért, hála Istennek, azért figyeljük azt, hogy azért ebben a Tavares jelentésben gyakorlatilag nem lett semmi. Tehát ez az ember megszégyenült, ez az oldal megszégyenült valamilyen szinten, ők egészen másra számítottak, és az, hogy azért ott voltunk nemzeti érzelmű képviselők, akik összefogtunk, és a nemzeti erők össze tudtak fogni, annak nagyon nagy szerepe volt ebben. Emlékszem, amikor a Kaczyński kormány idején Lengyelországot ültették szégyenpadra Európában, és újra mutogattak a baloldal, a nemzetközi baloldalról Kaczyńskiékra, és most úgy tűnik, hogy Magyarország ült egy ideig ezen a szégyenpadon. Ön szerint ez valamilyen ciklikus kényszer az európai baloldalban, hogy mindig ki kell pécézni valakit a képzeletbeli vasfüggönyön túl, aki mondjuk nemzeti politikában gondolkodik, és komolyra fordítva, meddig tarthat ez a bojkott kísérlet Magyarország ellen? Kifulladni látszik, ösztönzi ezt valami, vagy vége lesz-e egyáltalán ennek egyszer? Hát attól függ, hogy mi hogy viselkedünk. Tehát, hogyha mi felemeljük a fejünket, és megköveteljük azt, hogy méltósággal kezeljenek bennünket, és egyenrangú félként kezeljenek végre bennünket, tehát itt még mindig messze nem tartunk, akkor egy idő után kénytelenek lesznek alkalmazkodni, vagy pedig, hát amit már többször elmondtam, ugye, hogy amit ilyenkor mondani kell egy házasságban is, hogy két lehetőség van, vagy holnaptól kezdve megváltozol, mondja ezt a bántalmazott feleség, mondjuk a bántalmazó férnek, és egyenrangú kapcsolatban fogunk élni, vagy pedig elválok. Tehát Magyarországnak is, ahogy én ebben a bizonyos Tavares vitában a miniszterelnök úrnak mondtam, ezt kell mondania az Európai Uniónak, hogy vagy egyenrangú félként kezelnek bennünket, és egyenjogú tagállam lehetünk, vagy pedig hát ki fogunk lépni az Európai Unióból, mert nem lehet minden gyalázatot elviselni. És azért itt nagyon komoly gazdasági érdekek vannak, tehát itt nem csak, hogy mondjam, szimbólumokról van szó, hanem arról, hogy ha például mi azt mondjuk, amit most mond Magyarország, hogy non-profit-tá tesszük az energiaszektort, akkor el lehet képzelni, hogy ez micsoda érdekeket bolygat meg az Európai Unióban. Ugye hát az Európai Unió, most hagy fogalmazzak sarkosan, alapvetően, ahogy már említettem, a nemzetközi nagytőke és a bankok érdekeit képviseli, a politikai hatalom és a gazdasági hatalom összeolvad, és hogyha vannak olyan nemzetek, amelyek azt mondják, hogy de mi igenis önrendelkezést akarunk, nem csak a jogalkotásunkban, hanem gazdasági értelemben is, és nemzetek Európájában gondolkodunk, mert azt szeretnénk, hogy csak kölcsönösen előnyös kapcsolatok legyenek az európai országok között, és nem gyarmati státuszra vágyunk, és ezt nem is fogadjuk el, hát akkor persze, hogy támadnak bennünket, mert meg akarnak rendszabályozni. Közben eszembe jutott a saját kérdésemre adott válasz, ez a legrosszabb műsorvezetői magatartás, mert amit mondott, arról jutott eszembe, hogy lehet egy közös pont a Jobbik és Fidesz külpolitikai elképzeléseiben a keleti nyitás. Ezt mind a két párt egyébként vallja. Mi a véleménye erről a bizonyos keleti nyitásról? Ugye most a Paksi ügy hozta ezt elő.
orosz ellenesnek kell lennünk 45-56 miatt, szeretnünk el az oroszokat, egyszerű üzletről van szó Pakson, és egyáltalán hogyan tapasztalta az Unióban, megértik-e ezt, hogy Magyarországnak időnként kelet felé is néznie kell? Nagyon nem értik meg, tehát most, ahogy szerkesztő úr ezt mondta, eszembe jutott egy ilyen munkavacsora, ahol egyik nyugati országból liberális párthoz tartozó képviselőtársnő szikrázó szemekkel azt mondta, hogy hát akkor úgy látszik, hogy maguk az oroszokhoz akarnak tartozni, többen is voltunk ott magyarok, vissza akarnak térni az oroszokhoz, akkor önöknek valószínűleg ez a jó, mondta ilyen mély megvetéssel, és hát akkor próbáltuk ott mondani, hogy erről szó nincsen. Mi elsősorban a magyarokhoz akarunk tartozni, tehát a magyar embereknek az érdekeit szeretnénk, tehát a jó politikusok és a nemzeti érzelmi tehát politikusok. Tehát lehet üzletelni Oroszországba. Hát igen, meg egyáltalán, tehát én hiszek az alkotmányosság vonatkozásában is, meg mindenben a hatalom megosztásban, tehát hogy kiegyensúlyozottan lehet több felé barátságokat kötni, gazdasági kapcsolatokat kötni, és akkor az ember kevésbé kiszolgáltatott. De hát nyilván ami a legfontosabb lenne, hogy lenne Magyarországnak végre egy önálló gazdasága, ugye ami az úgymond rendszerváltozás során teljesen leépült, tehát miről szólt a rendszerváltozás, arról, hogy fillérekért leprivatizálták a gyárakat, az üzemeket, ugye külföldi kézzel került nagyon sok minden, a külföldi bezárta a gyárkaput, és utána fogta eldobni a kulcsot, illetve magyar embereknek azt kellett megtapasztalniuk rettetes traumaként, hogy az a gyár, az az üzem, ahol ők leérték az életüket, azt a földdel teszik egyenlővé, azért, mert semmit nem akartak, csak piacokat szerezni. Tehát az elsődleges kérdés az én felfogásomban az az, hogy önálló magyar gazdaságra van szükség, helyre kell állítani a mezőgazdaságunkat, az élelmiszerfeldolgozást, és hát ez egy nagyobb feladat ez, és reméljük, hogy Európában talán jobban megértik majd egyszer, mint most. Köszönöm szépen a beszélgetést Morvai Krisztinának. Kedves nézőink, tartsanak velünk a második részben is. Érkezik Font Sándor, akivel mezőgazdasági ügyekről beszélgetünk majd. És itt lesz Tőkécki László, történész politológus, akivel egy minapi nyílt levélről beszélgetünk majd. Érdemes lesz velünk tartani tehát a második részben is.